Jag heter Jan Osari och spelar i Modo och ungerska landslaget, och ni får kolla på NSO TV. Remélem jó világbajnokság jó kezdése volt. Mindenféleképpen egy kicsit lassabban indult az első harmad. Itt azért sok lehetőséget itt sem adtunk az ellenfélnek, viszont jóval többet lőhettünk volna kapura ez időszakban. Egy kicsit lassabban, döcögősebb volt, viszont a második harmadra felvette a csapat azt a tempót, ami kellett ehhez a mérkőzéshez. Jóval többet támadtunk, jóval több kapura lövésünk volt, veszélyesebbek voltunk, volt benne egy meg nem adott gól is. Kiváló kapus teljesítménnyel levette, megadta az esélyt, az alaphangot a mérkőzésnek, és mellette remek produkciókat láttunk mind védekező, mind a támadó oldalon. Fontos volt, hogy már a támadó harmadban elkezdték a fiúk a védekezést egy a lehetőségek szerinti legkeményebb letámadással, amikor erre volt időszak. Én azt hiszem, hogy ez volt az alapja annak, hogy nem adták át a pályát a kezdeményezésre az ellenfélnek, viszont ezekből is akciókat sikerült indítani, sőt, volt is lőttünk ilyen helyzetből. Tehát úgy értékelem, hogy egy remek mérkőzéssel, remek kezdéssel, és reméljük, hogy jó folytatással megyünk tovább. Mennyire bíztathatja ez a győzelem most a srácokat, leginkább ugye a holnapi meccs előtt? Természetesen minden győzelem erőt ad, minél többször sikerül ezt megismételnünk, annál több lesz ebben a világbajnokságban. Most én azt gondolom, hogy ezt ebben a csapatban mindenki a helyén tudja kezelni ezt a győzelmet. Nehéz mérkőzés volt, de mi voltunk az erősebb csapat, ez látszott az eredményen is. A következő mérkőzésen másik csapat lesz. Nem szabad senkit sem alul értékelni, viszont nem szabad bizonytalankodnunk, esetleg magunkat alábecsülni, és akkor esélyünk van arra, amit nagyon-nagyon szeretnénk.